Sokan fellélegeztek Brüsszelben a francia választások eredményét hallva. Miután a szélsőjobb nemzeti tömörülés nem tud kormányt alakítani, az Európai Unió motorjaként emlegetett német-francia együttműködés is fennmarad. Macron ugyan meggyengült, de nem annyira, mintha a szélsőjobbal együtt kellene irányítani a Franciaországot. Macronnak ezután elsősorban a belpolitikára kell koncentrálnia, kevesebb energiát tud fordítani a nemzetközi politikára, mondja a Nemzetközi és Stratégiai Kapcsolatok Párizsi Intézetének elemzője. De nem gyengült meg annyira, ahogy sokan várták, tehát a külpolitikát is viheti tovább azzal az extravaganciával, amit eddig megszoktunk tőle. A legtöbb képviselői helyen rendelkező új népfrontnak van a legnagyobb esélye a kormányalakításra. A minimálbér emelésére és a nyugdíjreform visszafordítására tett ígéreteik ugyanakkor nehezen illeszkednek az uniós szabályokhoz, amelyek a költségvetési hiányt 3%-ban korlátozzák. Ha minden ígéretet betartanának, akkor komoly baj lenne a hiánnyal, mondja a szakértő. Az Európai Unió is gördíthet akadályokat, mondja az Angéli Egyetem szakértője. Láttunk már új kormányokat nagy tervekkel, amelyeknek az európai realitásokhoz alkalmazkodva jelentős engedményeket kellett tenniük. Ha tényleg a baloldal alakít kormányt, az Ukrajnának szánt francia támogatás nem kerül veszélybe, de adott esetben mérsékelnie kell a francia katonák Ukrajnába küldéséről szóló javaslatait. Le PS, et je pense notamment la figure de Raphaël Glucksmann. A szocialista párt, illetve annak vezetője Raphaël Glucksmann értelemszerűen Ukrajna egyértelmű támogatója, aki adott esetben moderálni tudja az engedetlen Franciaországot, mondja a szakértő. Et je pense qu'il y a un tel consensus. Én úgy gondolom, Franciaországban van egyfajta konszenzus Ukrajna támogatása mellett, a demokrácia védelme mellett egy agresszív és zsarnoki országgal szemben. Agresszív és tyrannik. Je pense qu'il serait difficile tout de même pour LFI de tenir une position. Bár a francia választások meglepetésre az uniós mainstream szája íze szerint alakultak, a centrumpártok ezután is visszatartott lélegzettel lesznek kénytelenek várni az amerikai elnökválasztás eredményére.